A pécsi építési szabályzat módosítása váltotta ki a legnagyobb vitát az Önkormányzat Környezetvédelmi és Innovációs Bizottságának csütörtöki ülésén. Eredetileg közel 120 módosítási javaslat érkezett, de ezek egy részét, mintegy 25%-át kivették az építészeti hatóság javaslatára, tudtuk meg a bizottsági elnöktől. Átnézett anyag volt. Tehát a mi dolgunk az lett volna, hogy a már megválogatott anyagot Ronnak a napirende vételéről döntsünk, de hát itt most ugye végülis minden képviselőnek joga van ahhoz, hogy úgy gondolja, hogy még nincs eléggé átnézve az anyag, még lehetnek problémák. Még annak a képviselőnek is, aki bele se nézett esetleg, és hát itt most ez történt, Kővári képviselő úr úgy gondolta, hogy először már bele kellene nézni ebben az anyagban, és talán talál benne valamit, ami problémát okoz. Ez bizonyára meg fog történni egy nap alatt. Kubor József szerint a rendelet módosítása folyamatos munkát ad a képviselőknek, a városi adminisztrációban dolgozóknak. Aminek sajnos egy PÉSZ módosítás esetén sohasincs vége, hiszen ez egy fluid dolog, és általában fél évente szokott napirendre kerülni. Tehát az az igazság, hogy fél évente ez mindig újra kezdődik, és általában, ha valami probléma van, akkor a rákövetkező fél évben még lehet korrigálni. De ismétlem, ez egy végtelen folyamat, és hát most a végtelen folyamat egy lépése történt, tehát semmi tragédia véleményem szerint. Hiába az előzetesen szűrt anyag, így is maradt 100 módosítási javaslat, amit egy este alatt kellett volna áttanulmányozniuk a képviselőknek, mondja Kővári János. Az, hogy egy 5 éves önkormányzati ciklusnak az utolsó egy néhány ülésén is még azt kell, hogy lássuk, hogy egy bizottság anyagait egy nappal előtte kiküldik. Ezek között olyan is van, hogy építési szabályzat módosítás, ami 100 módosítóindítványnak a megtárgyalását jelenteni. Majd, amikor a bizottságon kérem, hogy ezeket mutassák be, akkor erre képtelenek. A bizottság tagjainak többsége nem is érdekli egyébként, hogy mi történik ebben a 100 módosításban. Én azt kértem, hogy napoljuk el, és tárgyaljuk meg komolyan ezt az ügyet. A képviselő szerint sok mindent el lehet bújtatni a módosítások mögé. Ez történt 2021-ben is, amiből országos botrány lett. Emlékszünk arra még pár évvel ezelőtt, hogy az ilyen építési szabályzat módosítások közé becsúszott például olyan, mint a Mandulás kempingben egy luxus lakópark építése, később a Vidán Park területén ugyanez felbukkant. Ha én akkor ezeket nem vettem föl, akkor azok ma már beépültek volna. Nem szeretném, ha ez megtörténne még egyszer, ezért kértem, hogy hétfőn tárgyaljuk újra. Akkor a Mandulás kemping építészeti átsorolását akarta elérni a pécsi építési szabályzat módosításával a szocialista körökhöz köthető befektető cég, pedig a terület helyi védelem alatt áll. Végül sikerült megtartani a természetvédelmi besorolást, de ehhez az kellett, hogy a baloldali szövetségesek nemet mondjanak a városvezetés által támogatott elképzelésre.